Ne fúj el nagyon. Oh my god! Úristen! Fúj! Maris vagyok, ebben a videóban pedig 24 óráig olyan ételeket fogok enni, amiket gofrisütő segítségével fogok elkészíteni. És ahogy a videó elejéből is láthattátok, önkéntes karanténban vagyunk Klauval, most már 11 napja. Igazából nektek is ezt ajánlom, legalábbis annak, aki ezt meg tudja tenni, megengedheti magának, hogy önkéntes karanténban legyen. Vigyázzunk egymásra, maradjatok otthon, hogyha tudtok, mossatok kezet sűrűn, szedjetek vitaminokat, de ne szomorkodjatok, meg szeretném nektek mutatni azt, hogy az otthon létet is fel lehet dobni ilyen hülyeségekkel, mint amit most én fogok csinálni, és legyetek otthon kreatívak, csináljatok sok mindent, próbáljátok elfoglalni magatokat, és csak pozitívan felfogni az egészet, higgyétek el, vége lesz hamarosan, és aztán minden happy újra! This is the kitchen. Na hát akkor kezdjük is el. A mai nap folyamán 6 darab ételt fogunk elkészíteni, ami nagyon soknak tűnik. Nyilván ennyit nem szoktam enni egy nap. Nyilván. De most a videó miatt úgy gondoltam, hogy minél több étel legyen, hogy minél többet meg tudjak nektek mutatni. Lesz reggeli 10 órai ebéd, uzsonna, vacsora, és lesz egy desszert is. Úgyhogy én már nagyon izgatott vagyok. Megmutatom nektek a gofri sütőt, így néz ki természetesen. Ez is Hausmeister! És amúgy fogalmam sincs, hogy ezt mikor vettem, miért vettem, nem is olyan szoktunk gofrit csinálni. Mivel? Közben kell avatkoznom. Miért? Mert tőlem kaptad a gofrisütőt, nem te vetted. Jaj, de megijedtem, így jött ide a Klau, hogy... Tényleg? Mire is kaptam? Egyik karácsonyra vagy szülinapra. De gyere ide! Nem érdekem nagyon, és most te még idegesíted. Tikkel a szemmel nekünk. Igen, nagyon. Szerintem idegi problémája van. Nem én voltam. Szóval tőled kaptam? Igen. Na hát akkor most a reggelivel fogjuk kezdeni, ami igazából egy ilyen tükörtojásos szendvics lesz. Itt van nekem egy jó nagy bödön olaj. Ez az az olaj, amit mindig felhasználok a furcsa amcsikajás videó. És ebből nekem kell egy kicsi szerintem. Ez csak meglátásom, hogy nem kéne, hogy a cucc oda tapadjon, úgyhogy biztos, ami biztos, beolajozom itt fönt is. És akkor bacon! Upszika, elvágtam a bacont. Fú, közben már extra forró a gofrisütő, még kamerában is látni, ahogy gőzög. Szerintetek most sisteregni fog, hogyha rárakom a bacont? Wow!
Akkor így néznek ki a békönök, finom az illata. Hú, húzod meg össze, és én ezt lezárom, mit szólsz? Jézus! Még jó, hogy nincsen tűzjelzőm, vagy füstjelzőm. Nézzük meg eddig, hogy alakul a molekula kb. Egy perc után. Aszta! Ez tök jó lesz! Na jó, megnézem. Na nézzük. Jó, én ezt most meg kiveszem. Még vannak azért részek, amik nagyon nem jók. Tehát én jól megsütve szeretem, viszont látom, hogy ezek a részek egyszerűen nem fognak megsülni. Csak azok. Látjátok, ahol ezek a csíkok vannak azok. Azok viszont már lassan megégnek. Szóval én tovább nem sütném. Ezt így kiveszem. Ez a legszomorúbb békön, amit valaha láttam. Most jöhet a tojás! Én azt szeretem, hogyha a tojás sárgája még folyik egy kicsit, na hát itt nem fog folyni. Ne folyjál nagyon! Oh my god, nagyon elfoly! Igazából lehet, hogy így is meg lehet sütni, de a videókban az van, hogy le kell zárni. Pedig lehet, hogy így jobb lenne, még folyna a sárgája. Megszórom egy kis delikáttal, egy kis piros paprika is jöhet. Mivel nagyon kint van a sárgája, így szét fog robbanni a sárgája, nem? Hát, próbáljuk ki, akkor zárjuk le. Mi történik? Ajaj, szerintem most pukkad ki. Nem baj, csak engedjük el? Úgy érzem magam, mint aki így kutyvaszt valamit a laboratóriumban! Na jó, hát én nagyon kíváncsi vagyok, még csak 10 másodperc telt el, de muszáj megnéznem, hogy mi történik. Oh, mi az Isten ez? Egész átsültnek tűnik, de visszarakom. Na nézzük kb. 2 perccel később, hogy áll. Szerintem ez már fú jó. Tök jó, mert hogyha így körbevágod, akkor kapsz egy szívecske tojást. Jól néz ki. Hú, tök könnyen ki is tudom emelni. Hopp, megnézzük a másik oldalát. Hú, az már elég ilyen barna foltos, úgyhogy még jó is, hogy kiveszem. Na jó, én megpróbálok még egy tojást, most úgy, hogy nem zárom le. És reszelek rá egy kis sajtot is, mit szóltok. Jó, én ezt most már kiveszem, mert látom, hogy ez ennél sültebb nem lesz. Ne, a sárgája szét fog pukkanni, és minden olyan lesz. Yes! Ne! Na hát, így néznek ki a mutánsaink. Na, a következő áldozat az a kenyér! Hogy csináljam? Így, oké, és lecsukjuk, és remélem jó kis pirító. Ez itt forró! Most már vagy 5 perc eltelt. Hát szerintem ennél pirultabb nem lesz. Közben én már vágtam fel ide magamnak zöldségeket, hogy valami egészséges is legyen ebben a napban. Szerintem ez az egész kaja nagyon száraz lesz, úgyhogy én ezt a kenyeret megkenem vajjal. Ó, jól sikerült! Halljátok a hangját? Azt a tojást fogjuk a szendvicsbe rakni, amit úgy készítettük, hogy lezártuk a gofrisütőt. Itt a tojás, ezt így belerakjuk. Kilógott részeket lecsippantom. Most jöhetnek a békönök, amik már jéghidegek. Jó, de jó néz ki! Se. Na így néz ki a történet, és szerintem baromi száraz lesz, úgyhogy rakok rá egy kis ketchupot, meg egy kis majonézt. Jöhet a teteje. Szívecske mintás reggeli szenya. Na így néz ki a kajcsink, hát nem túl esztétikus. És elfelejtettem sajtot belerakni az előbb, úgyhogy most rakunk bele. Oké. De száraz. Oké. Hát nagyon száraz. Nyilván, mert 2 pirítós közé raktunk tojást, meg békönt. Nagyon sokat kellett várni mindenre, hogy elkészüljön. Sokkal többet, mint hogyha serpenyőben csináltuk volna a dolgokat. És így minden kihűlt, meg kiszáradt. Viszont ízekben ugyanolyan, mint hogyha serpenyőben csináltuk volna. De nagyon finom. Most középen kóstol. Középen egyáltalán nem száraz. Tökéletes, nagyon finom! Ha nincs az embernél serpenyő, vagy gáztűzhely, vagy ilyesmi, csak egy gofrisütője van az erdőben, vagy valahol, akkor már tudjuk, hogy lehet azzal is szinte ugyanolyan kaját készíteni, csak több idő. Vagy hát attól függ az embernek, milyen gofrisütője van. És most kóstoljuk meg ezt a szörnyeteget is. Teljesen jó az állaga, figyeljük. Sőt,
túlsült a sárgája, nem folyik? Vagy már csak így megszáradt, annyit vártunk. De jól megfűszereztem. Nagyon finom. Teljesen jó. Totál elcsült az egész. Úgyhogy most ezt meg is eszem. Nagyon finom volt egyébként, nekem tetszett, bár alapjáraton nem csinálnék ilyet, hiszen sokkal gyorsabban megvan a serpenyőben és meleg marad, de nem volt rossz. Na szerintem elkezdem a 10 órait, hiszen mire ez megsül, szerintem addigra már tökéhes leszek. Vettem ilyen leveles tésztát, ilyen hűtős, kész, majdnem kész leveles tésztát, és lekvárt, és meg fogom tölteni a leveles tésztát lekvárra, és azt fogom kisütni. Na hát itt van a leveles tészta. Hogy van ez? Itt van. Klau, segítesz, léci! Kérlek, Klau, segítsünk. Utálom a leveles tésztát, úgyhogy ez egy pazar ötlet volt. Nyomhatod bent ebb is. Sose csináltam még ilyet. Á, beleragadt! Mit csinálja? Letépődik! Lehet, hogy be kéne kenni tojással. Jó, akkor itt a tojás. Itt így megkenjük. Ezt ráhajtjuk. Ez egy új technika. Igen, mert a hegye az beletapad nagyon. Olaj! Jó nagy. Hát ez van. Köszi. Na hát benn van már kb. Egy perce. Megnézhetem, Klau? Lát. Mert nagyon nem tetszik ez a hang, szerintem kifolyt a lekvár. De jól néz ki! De ott, nem? Vagy... Nem az olaj kertnek. Ó, kifolytott a lekvár. Mondtam én, hogy ott a lekvár van. Úristen! Szerinted kivegyem? De még csak kb. Két perc telt el. Lehajtom, mert félek, hogy belül nem sült meg a tészta. Na, akkor nézzük. Szerintem most már ki lehet majd venni. Aha, most meg kiveszem, jó, Klau? Hát, csóró. Na hát itt van a 10 óraim, és hoztam hozzá egy kis tejecskét is, és sajnos elvezett a felvétel, amiben széttörtem, de annyira sok minden nem látszódott, csak megmutattam, hogy egyébként tök jól néz ki, ott van belül a lekvár, és teljesen átsült. Eltöröm nektek itt még egyszer. Wow. Szóval bon appetito, jó étvágyal! Nagyon jó. Tök sok benne a lekvár. Még mindig nem a kedvencem a leveles tészta, de ahhoz képest tök jó. Ezt meg is eszem mind. Mondjuk... Na hát most kellően tele van a bendőm. Most videózni fogok méghozzá a gameplay csatornámra, a Noob Marics nevezetű csatornára, amit így másfél év kihagyás után újra kezdtem egy héttel ezelőtt, és minden nap új videót töltök fel erre a csatornára, legalábbis egy darabig, hogy észrevegyétek, hogy újra folytatom ezt a csatornát, úgyhogy csekkoljátok le, Noob Marics néven vagyok fönt, a leírásban is megtaláljátok a linket. Oda a mai videót most fogom felvenni, egy honfoglaló gameplay videót, úgyhogy megmutatom nektek, hogy hogyan állítom össze a gamerszettemet. Gamerszett. Egy laptop. Na hát, itt szoktam a gameplay csatornára felvenni videókat. Mivel minden nap van most videó a Noob Marics csatornán, ezért folyamatosan ide van készítve a zöld háttér. Ez egy Elgato zöld háttér, és tök jó, mert csak így felhúzom. Beakasztom, és ennyi! Softboxok itt vannak. Aztán kell nekem a mikrofonom. Ide rakom. És akkor a laptopomat bekapcsolom. Wow. És ami kell még nekünk, az a webkamera, ami így néz ki. Egymásra raktam dobozokat, és akkor ráraktam a webkamerát. Itt fogok most videózni. Ott vagyok, nézzétek. Az OBS programot használom, és ott vagyok. Ho-ho-ho. Na, sikeresen felvettem a videót, és most megvágom, mert ezt még ugye a mai nap folyamán ki szeretném posztolni, úgyhogy jöhet is a vágás. Na hát megvágtam a videót, fel is töltöttem a Noob Marics csatornára, és nagyon-nagyon megéheztem, úgyhogy most el fogom készíteni az ebédemet, ami egy ilyen kurítószerűség lesz. Nagyon furcsa néz ki a szemem alatti rész, mint hogyha ott lenne valami fehér.
Az az alapozó? Szóval ilyen kurítószerűséget... Nagyon hülyén nézek, kivárják! Na így jobb, szóval kurítószerűséget fogunk csinálni, vagyis hát lerakunk a gofrisütőre egy tortillát, arra rá cheddar sajtot, kész csirke mellett, és egy kis hagymát, majd még egy tortillalapot, és összesütjük, és szerintem nagyon finom lesz, és én már alig várom, hogy elnyomogjam. Na hát először is akkor meghámozunk és felvágunk egy vörös hagymát, ugye legyen nagyobb ellenségem. Nagyon csíp. Na a következő, ami kell nekünk, az a cheddar sajt. Yeah. Kis minőség ellenőrzés. Jó. Na és ugye itt gondolkoztam, hogy a húst hogy oldjam meg, hogy serpenyőben kisüssem és úgy rakjam bele, de az mondjuk csalás úgymond, vagy nyersen rakjam bele, de nem akartam magam megmérgezni. Úgyhogy végül találtam ilyet. Chicken kebab! Úgyhogy kész fűszeres csirke van benne, megkóstoltam már, és egyébként nekem túl fűszeres, talán így jobb lesz így ebben a tortillában, és remélhetőleg finom lesz a téma. Fú, egyébként ne tudjátok, meg fél órába telt, míg lekapargattam róla a ráolvadt lekvárt. Na és akkor ilyen tortillánk van. Ez kukoricalisztből van amúgy, azért kicsit sárgásabb. Húha! Kicsit kilóg. Majdnem jó a méret. És akkor most rácsapatom a sajtot. Most jöhet a csirke. És akkor, ahogy ma jöhet a tetejére. Na oké, így néz ki. Nagyon összefolyt a nyál a számban. És akkor zárjuk le. Jaj, nem! Úristen, majdnem így zártam le. Hát kell még egy. Így. És most zárjuk le. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. Na jó, kb. 2 perce van bent, úgyhogy megnézem, hogy hogy áll. Oh-oh, mayday, mayday! Kifolyt a sajt, meg a húsnak a szósza, szaftja. De ez azt jelenti, hogy akkor megolvadt. Ez egy jel volt a gofrisütőtől, úgyhogy vegyük is ki. Át tudom húzni a tányérra, nem? Hú, az alja nagyon megbarnult. Na gyere, sutj! Na jó, én amondó vagyok, hogy késsel vágjuk körbe, mert ez így elég szörnyen néz ki. Hú, azt a... Húha, jól megolvadt minden. Na és akkor most így néz ki a végeredményünk, ez azért egy fokkal szebb. Hú, de forró. Nem annyira sikerült, hogy húzódjon a sajt. De odassatok! Így néz ki. Mondjuk lehet, hogy valamilyen joghurtszerű dolog kéne. A húshoz kaptam egy valami fehér szószt, azt idehozom. Na itt ez a szósz, de először így a la natura megkóstoljuk. Úristen, ez nagyon finom. Így már nagyon király a hús, és de jó ez a sok sajt. És a ropogós, a tortilla nagyon-nagyon jól megsült így a megpirult a gofrisütőben. Azt, hogy ez baromi finom. Na hát megettem, nagyon-nagyon finom volt, eddig nekem ez ízlett a legjobban, de igazából annyira éhes volt, most még mindig az vagyok, és édeset kívánok, szóval most menjünk valami édes, finom süteményt sütni gofrisütővel. Na hát ezzel az édességgel kapcsolatban... Na hol, hova tűnt a hajam? Ital! Ezzel az édességgel kapcsolatban nagyon izgatott vagyok, még sosem csináltam ilyet. Brownie! Fú! Gram lágy margarin. Lágy? Hát hűtőből vettem ki, úgyhogy annyira nem lágy. Úristen, ennyi kell. Kicsit berakom a mikróba, mert annyira ez nem lágy. Na jó, hát itt van a vaj. Hát ez nem lágy lett, hanem megóvadt. Közben az 50 milli vizet azt beleöntöm a keverékbe. Hello! És igazából most az a legnagyobb problémám, hogy most jutott eszembe, hogy ezt kézi habverővel kell összedolgozni, összekeverni, amit az előző videómban, amit Attival csináltam, eltörtem.
Annyira szidált, hogy beletörik már a keverő. Konkrétan. Hogy néz ki? Most vegyem elő azt a nagy robotgépünket, vagy lehet-e esetleg mással megcsinálni? Most kajak egy ilyen fakanállal? Hát ez... Szerinted ez a fakanál elég hozzá? Mert elég csomós lesz szerintem. Látod, ott vannak benne. Elég? Jó. Oh my god, ezt láttátok? Na jó, akkor nincs is más dolgunk, mert csak be kell rakni a kofrisütőbe a keverékünket. Csapassunk neki oda. Ez nagyon soknak, úristen, ki fog folyni. Csukjuk le. Fúj! Közepe még nagyon folyos volt. De amúgy nem is olyan rossz. Wow, mi ez a hang? És egyre büdösebb. Húha. Megégett! Ne! Ó. Na jó, ezt megpróbáljuk még egyszer. Lejjebb tekerem, mondjuk felére az erősséget. Nagyon nagy hő érte hirtelen a kis keverékünket, és szegényken nagyon megégett. Remélem jobban fog sikerülni. Aj, megint ki fog folyni. Kevesebb kéne. Na nézzük kb. 2 perc sülés után. Wow! Nézzük, nagyon nem akarom, hogy megégjen megint, azért nyitogatom folyton. Na jó, viszont kiveszem, mert én egyszerűen félek, hogy megég. Most ezt így, júj! Nem jó még ez, nem jó! Na jó, annyi, nem merem tovább, mert szét fog égni az egész. Na hát így néz ki a végeredmény, nagyon undorító, kíváncsi vagyok, hogy az lesz jobb, ami megégett, vagy ami nyers és szétesett. Na csak, hogy még egyszer meg tudjátok csodálni, itt van. Próbáljuk azt, ami kicsit megégett, ugye, amit először csináltam. Aztán lehet, hogy fújó lesz. Belül egyébként teljesen megsült, úgy látom. Belül puha, kívül kicsit ropogósabb, legalábbis ez a része. És így néz ki. Ez amúgy tök jó. Nagyon-nagyon finom. Na, erre nem számítottam. Valami még kéne rá. Úristen, de jó lenne egy kis vanília fagyi, meg tejszínhab. De tudjátok, mit hozok? Még jobbat. Lekvár! Akkor van egy tippem, hogy az, amit másodjára csináltam, az nem lesz jó. Itt van mondjuk egy darab, ami egyben van, hát 1000-szer puhább az egész. Viszont ez sem nyers. Hú, ez nem jó. Mint a szivacs. Nem, mint ilyen rossz piskóta, vagy nem is tudom. Jó vagyok. Félre nyertem. Na bocsi, a hangusz végén csak majd be egy játszott, aztán éppen itt harcolok. Befejeztem, már csak ugye az maradt, ami nagyon puha lett, baromi laktató, tele vagyok. Most kicsit pihizek. Na most pihenés közben Tóth Gabi Instáján láttam, hogy a Tagcsapdától az Örökké Tart nevezetű dalt énekelte, és az Országos Mentőszolgálattól 2 férfi zenélt mögötte mellette, ami szerintem tök ötletes, és nagyon-nagyon tetszett, és így elkezdtem gondolkodni, hogy én ezt régebben gitároztam és énekeltem otthon, még tini koromban, szóval tökre megjött ahhoz a kedvem, hogy ezt most újra eljátszom, vagy legalábbis megpróbáljam, megkeresem újra a tabulatúráját, és ugye pár hónappal ezelőtt felhoztam a gitáromat, de azóta sem nagyon gitároztam rajta, szóval tök jó, köszönöm szépen Gabi, hogy most erre motiváltál. Most.
hogy van? Ha belekezdtél. Nem hiszed el, hogy az élet olyan négy. Ez a ki? Ez nem jó szerint. Mondd el, mi a baj, baby, figyelek rá. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom, az élet súlya, tudom, a világ gondja. Gyere, ne félj tőlem, én nem várlak el. Ha belekezdtél, hát folytasd tovább. Ha akarod, suttoghatsz nekem is elég, hogy halljam. Ez itt hogy jön ki? Ha akarod, suttoghatsz nekem, az is elég, hogy halljam. Mennyire magas vagyok te, ahol fejjel viszem? Gyere, mondd el. Nem talán vagyok te a fejem. Mondd el, mi a baj, baby, figyelek rá. Úristen, ennyire magasan van? Fú, hát ő... Én nagyon-nagyon elszoktam a gitározástól, és kb. Fél óra gitározás után már nagyon fájnak az ujjaim. Ezt kicsit pihentetem, és holnap szerintem folytatom, mert nagyon idegesít, hogy mennyire kijöttem a gyakorlatból. Na, hát elérkeztünk az uzsonnához, ami igazából a vacsorám lesz. Kicsit megváltoztattam a dolgokat, mert nagyon nem vagyok éhes, és már fáradt is vagyok. Szóval készítsük el a vacsoránkat, ami nem láss... Már ne... Nem más lesz, mint rántott sajt. Na most a recept mozzarellával írja, nekem trappistám van, nem tehetem sehol mozzarellát, tehát it's corona time. Szóval Kleó szerint így szét fog folyni a gofri sütőben ez a cucmó. Nagyon remélem, hogy azért nem. Már itt van a liszt, tojás és a zsemlemorzsa. Ami valami mutáns zsemlemorzsa, nem is láttam, hogy ezt vettem. Ropogós morzsa magvakkal. Ezt figyú. Van vagy háromféle zsemlemorzsa benne, mindenféle mag és kukorica pehely. És akkor itt van a sajt, amit körülbelül 4 darab kockára fogok vágni. Na hát csak kenyérvágó kés van itt, ami tiszta, de jó lesz az. Bele a lisztbe, tojásba, be a morzsába. Az Isten nyila is lisztes itt. Anyám, ki látott már ilyen zsemle morzsát? Mi ez? Na jó, 4 darab kis sajtocska bepanírozása után ez a harci helyzet. Köszönjük szépen, Marian. Jöhet is a 4 sajt. Mondjuk nem tudom, hogy el fog-e férni. Lehet, hogy első körben csak 2-t rakok vele. Lehet, hogy így is összeérnek. Zárjuk össze. Jó, hogy össze se tudjuk zárni. Dobjuk össze? Szerintem túl nagyok ezek a kockák. Uram, atyám! Igen, Claudiának volt igaza. Totál szétfolyt. És az ott brownie rajta? Hát igen, ez valószínűleg azért történt így, mert hogy trappista sajt. Hát íme a vacsoránk. A panírozott sajtunk. Kis snackecske. De jó néz ki. Ezt akartam, hogy közben Kleó zenei aláfestést csinál. Nem. Úristen, nagyon. Imádom a... Képzeljétek el, mikor gyerek voltam, vagy hát én általános iskolás. Hát igen, akkor gyerek voltam. Tudod, mit ettem? Hazamentem suliból, vágtam a sajtból ilyen nagyon vékony szeleteket, ráraktam a tányérra és beraktam a mikróba. Kb. Ilyen volt annak is az íze, mert ilyen trappista sajtot használtam. És én elolvadt a tányérra, és én leszettem egy lapként, és azt ettem meg. És ezt tudod miért? Hasonló, de még annál is finomabb, mert ez a panír, amit vettem, képzeltem, magok vannak benne, és kukoricapehely, meg vagy háromféle zsemlemorzsa. Úgyhogy extrém finom ez. Na sziasztok, másnap van, és tegnap elfelejtettem kiköszönni, ne haragudjatok. És mielőtt ezt megteszem, kis konklúzió, igazából nekem a legtöbb étel íz lett, nyilván az ízük gondoltam, hogy ugyanolyan lesz, mint hogyha serpenyőben, vagy mikróban, vagy
sütőben készítettem volna el őket. Viszont ugye az állagokkal voltak gondok, bár az a tortillás, az tökéletes volt, így ahogy volt. Viszont annyira nyilván nem ajánlom, mert ez is veszélyes tud lenni, ugye láttátok, én is megégettem magam. Szóval, hogyha esetleg gyerekek ki szeretnék próbálni, akkor csak szülői felügyelettel. De amúgy meg azért sem ajánlom, mert ugye, hogyha valami kifolyik, akkor baromi nehéz lekaparni róla. Főleg a lekvárt kapargattam egy óráig, de amúgy mindent kb. Fél óráig suvickoltam le róla. Igazából van még egy csomó ötletem meg receptem, ha még szeretnétek ilyen videót, szóval írjátok le nekem kommentben, és dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek, és hamarosan jövök a következő videóval. Maradjatok otthon! Sziasztok!